Ugye sokan nem tudják, hogy egy ilyen szinkron casting ez úgy néz ki, hogy ez is több fordulós, sok ember közül választanak. Ugye itt is a szinkron rendező, a zenei rendező, a hangmérnök, a stúdióban dolgozó emberek eldöntik, hogy kiket hívnak be egy ilyen válogatásra. Megcsináljuk ugye ezt a casting anyagot, és ezt ők kiküldik külföldre, és nem is a szinkron stúdió dönt arról, hogy kit fognak végül választani, hanem a külföldi Disney, a külföldi megrendelő, tehát külföldi emberek, akik adott esetben nem is értik a mi magyar szövegünket, de zseniális módon ők mégis megérzik azt, hogy mi jól hangsúlyozunk-e, hogy tisztán beszélünk-e, hogy ez olyan, mint az eredeti karakter, amit ők szeretnének, és amit ők hallani szeretnének. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy abszolút nem magyarok döntenek. És ez ebben az esetben a Szépség és a Szörnyetegnél is így volt, hogy egy három fordulós válogatás volt. Először prózát kellett mondani, két-három jelenet volt összevágva, azt kellett eljátszanunk, megformálni, utána meg kellett tanulnunk egy dalt, akkor azt is felénekeltük, azt is kiküldték, akkor aki azon is tovább jutott, az kapott még egy dalt, és akkor miután a harmadik dalt is fölénekeltük, utána döntött ez a külföldi megrendelő, és akkor tudtam meg, hogy én lettem, de szóval ez két vagy három hétnek a leforgása volt, lehet, hogy inkább még négy hét is, és az a négy hét, hogy én hogy izgultam, hogy akkor most igen, vagy nem, vagy lesz ebből valami, vagy sem, és ha legalább egy nemet kaptam volna, akkor már nem izgultam volna, és a végén igen lett. Úgyhogy nagyon-nagyon örültem. Én 6-7 éves korom óta szinkronizálok, úgyhogy valóban már elég sok mesét, filmet, akár énekes szerepet, akár nem énekes szerepet is volt szerencsém eljátszani és megformálni. Ez talán azért volt különleges, mert hát egyrészt ugye egy Disney hatalmas produkcióról van szó, Emma Watsonról van szó, aki egy nagyon nagy név mostanság, rengeteg filmben játszik, illetve az én szívemhez is közel állt nyilván ez a film, hiszen ugye 91-ben születtem, amikor ezt az eredeti mesét bemutatták, és hát én is ezen nőttem föl, és gyakorlatilag abban az időben minden nap ezt néztem. És most, hogy felnőtt lettem, azt, hogy eljátszhatom Belt, akár csak a hangommal, de hogy én őt megformálhatom, ez egy nagyon nagy büszkeség, és erre tényleg nagyon büszke vagyok, hogy amit én akkor kisgyerekként néztem, azt most eljátszhattam. Ugye a szinkron folyamata alatt mi csak tekercsekben látjuk ezt a filmet, illetve csak azokat a tekercseket látjuk, amiben mi is benne vagyunk. Ráadásul ugye a szinkron folyamat alatt ez még egyáltalán nem is végleges, tehát se a hang, se a kép, semmi nem végleges, mi is egy fekete-fehér feliratos képet látunk, tehát hogy abból még nem kivehető, hogy ez mennyire lesz látványos például, hogy milyen színűek lesznek a ruhák, milyen lesz az atmoszférája, úgyhogy ott még igazából nekünk is egy ilyen titok fedi ezt az egész filmet. És amikor ugye végre szerencsém volt megnézni moziba, ráadásul IMAX-be, hatalmas nagy vásznon, hát csak ámultam és bámultam, és azt se tudtam, hogy merre kapjam a fejemet, mert egyszer csak jobbról jött be valami, aztán balra, és fönt, és lent, és minden színes volt, és minden lenyűgöző, és gyönyörű, és látványos volt, úgyhogy számomra ez egy pozitív meglepetés volt abszolút, hogy végül is egy filmből egy ilyen élő szereplős verziót ki tudtak hozni, és ráadásul ez, hogy ennyire látványos lett, és ennyire gyönyörű lett, illetve ami nekem nagyon-nagyon tetszett benne, az talán az, hogy ugyanazokat a snitteket, ugyanazokat a képeket láttam, amire én emlékeztem ugye a meséből is. Tehát, hogy pont ugyanúgy ment a kamera, amit tudom én az asztal fölött a vacsoránál, hogy a szereplők azok nagyon-nagyon élethűek és hasonlóak voltak, hogy az utolsó kis mozdulatuk is olyan volt, mint amilyenre én emlékeztem. Nyilván az, hogy ugye a premieren megjelent Luke Evans, azt hiszem, ugye, aki Gastont játsza, hát az valami zseniális volt, leesett az állunk, és szóhoz sem tudtunk jutni, úgyhogy fantasztikus élmény volt. Oly kedves így, már majdnem szép, azt hittem rúd és irigy, ó, ez szörnyűség, pedig hát jó és kedves lény, nem tudom, hogy nem vettem észre eddig én. De
a szinkronról és a dalokról is azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon alapos válogatás volt. Szerintem nagyon-nagyon jó színészek, nagyon érdemes színészek kerültek ugye itt a főszerepekbe, meg a kórusban is olyan emberek énekelnek, akik nagyon-nagyon profik. Tehát én azt gondolom, hogy erre mindenki büszke lehet, hogy ezt magyar színészek eljátszották, elénekelték, és természetesen aki az eredetire kíváncsi, az nyugodtan interneten ezt meghallgathatja, és nyilván az is egy fantasztikus dolog lett, hiszen például az, hogy Emma Watson hogy énekel, ez szerintem mindenkit érdekel, és ugye soha senki nem hallotta előtte, de én azt gondolom a magyar változatról, hogy ez nagyon-nagyon jó lett, és nagyon szép lett, és mindenki a maximumot nyújtotta és hozta ki magából, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes megnézni. A szépség és a szörnyetek a Disneytől, a mozikban 3D-ben.